Na, itt vagyunk Károszi Peti autójánál, ez egy E36. Régen 325 volt, most már egy kicsit nagyobb motor van benne. Igen, most már hát... M54 B30 van benne, és ez egy Holset HX40-nel meg van fújva. Na most per pillanat 440 lóerő keréken, az illetve igen. 530 Nm. Aha, és Peti, mesélj nekünk a drift kezdetekről, mert én még emlékszem rá, amikor az AMTS-en találkoztunk, akkor ott próbálgattad a gymkanát. Igen, azt elég sokáig próbáltuk vinni, de hát utána ez a szakág megszűnt itt Magyarországon. Tényleg? Hogy igen. Mi történt vele? Egyszerűen túl hamar kezdte el itt Magyarországon ezt az egész szakágat így a magyar közönség, és így a külföldi környező országokban meg nem tudtak fölfejlődni, most kezdtek el felfejlődni, illetve hát kezdtek el gymkanázni. Ja, értem. A szlovákok, a horvátok meg ilyenek, ott ez most nagyon él. Itt van meg, úgy oldunk vele, hogyha már egyszer az a része az ügy behalt, akkor építsünk egy autót arra, hogy akkor lehessen valamit csinálni. Kérdés, ez az az autó, ami akkor volt és át lett építve? Nem, a bódi az az. A bódi az az. Meg még a váltó is az. Még a váltó is, mi? Nem sok minden más maradt. Aha, értelek. Egyedi lett minden más. Motor, ez egy 46-ból való motor, 3 literes, és hát egyedi kipufogott. Hogy működik ez a, ugye M54, ugye? M54 ezen a nagy turbóval. Jó üzemel, amúgy üzem? Szerintem most már ez lesz a harmadik szezon, hogy... Ki programozta az autót? A Kulin. Ja, ismerősök Kulin Ferenc, Kulin papa programozta az autót, akkor az én megy ennyire jól. És szerinted, amióta elkezdted, miben kéne még fejlődnöd? Igazából akkor lehetne jól fejlődni, hogyha a megfelelő mennyiségi gumit használnál, illetve ugyanazt a minőséget, ugyanazt a keveréket. Akkor lehet fejlődni nagyon sokat, csak hát ez rengeteg pénz és... Igen, nagyon sok pénz, rengeteg pénz. Meg gondolom neked is mellett még saját privát állásod is van. Persze, nyilván. Hát, aha. Magyarországon azért ebből a dologban nem lehet megélni. Igen. Nagyon sok pénzt lapátolunk így is bele, hogy... Persze, gondolom, persze. És ugye milyen érzés egy nagy csapatnak a tagja lenni? Mert ugye a legnépszerűbb drift csapat, ugye, vagy a Markom Racing Team, ugye azért azt ne felejtsük el. Jó érzés? Nagyon jó, persze. Aha. Hát egy kis család. Aha. Jól érezzük magunkat így a versenyeken. Versenyen kívül is elég sokat találkozunk. Na, az tök jó. A kapcsolatot. Mindenki jobban van. Sőt, hát Facebook chat, hasonlók, jönnek a jó sztorik. Az tök jó. Persze, hát egyszerre válaszol mindenki, vagy éppenséggel nem. És most melyik kategóriában mész? Most semi-pro kategóriában. Semi-pro kategóriában mész. Hát akkor fejlődtél. Mert az alap, ugye a street volt, gondolom. Igen. Utána letetted, gondolom, a licencet. Gondolom, idén az a célod, hogy a legjobb 8-a benne legyél, mi? Hát jó lenne, igen. Mindenféleképpen. És utána barátkozol a pro kategória gondolatával? Hát már idén is nagyon nyaggattak így a csapattársak, hogy menjünk föl. De én még úgy érzem, hogy azért még nekem is van mit fejlődni, illetve hát jó csaták voltak egyik is személyfóban. És lehet, hogyha fölmentem a pro kategóriában, akkora változás lett volna, illetve hát akkora kellett volna nekem is fejlődni, amivel mondjuk nincsen probléma, de lehet, hogy egy kicsit nagy falat lett volna most, hogy gumiügyileg, anyagilag, úgy inkább ez volt a zavaró tényező. Aha, értelek. És nem sokára ugye ma a ti versenyetek lesz, ugye? Így van. Hányadik lettél? Hát sajnos most így leesett a kvalifikáción az első gumim, mert hát nem tudom, valamit ott technikai probléma volt, és így lenulláztam magam, illetve hát mondták ott a célban, hogy menjek, fújjam fel a kereket, és menjek utána vissza a starthoz, és akkor utána végül is diszkvalifikáltak engem, mert hogy kiértem fölfújni a kereket. De indulhatsz amúgy? Nem indulhatsz? Sajnos nem. Ó, basszus. Hát én is így voltam vele. És csak az edzésen mehetsz? Hát most igen, csak azon megyek. És mész még amúgy ma? Még lehet, hogy egy pár kör, már jó. Nem biztos, hogy szeretném nagyon erőltetni, de... Akkor megnézzük még, egyszer azért még fölveszlek ott a pályán. Na, Petik, én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk ráta, és a rendelkezésem ráta. Mert csináltam egy csatornát amúgy, és ebben szeretnék olyan embereket megszólaltatni, illetve bemutatni autókat, meg versenyzőket is, ugye, meg akik ugye hasonló korosztály, mint én. Ugye a fiatalok lássák azért, hogy milyen az ez az egész. Nem csak ők vannak. Így van, mi is itt vagyunk még. Igen. Ugye? Na, jó van.